Tanúként hallgatták meg Magyar Pétert a fővárosi nyomozóügyészségen. Varga Judit volt férje előzetesen azt ígérte, bebizonyítja, hogy a kormány is érintett a Völner Sándor ügyben. Ez nem történt meg, ígérete ellenére nem adott át perdöntő bizonyítékokat. Az ügyészség előtt fog beszélni. Ügyvédei, barátnője és a sajtó érdeklődése közepette érkezett meg a fővárosi ügyészség nyomozó irodája elé szerda délelőtt 10 órakor Magyar Péter. Varga Judit ex-férje ezután arról tájékoztatott mindenkit, hogy nem tudja, hogy miért idézték be. Nem kaptam arról információt, hogy milyen ügyben kíván meghallgatni tanúként a központi ügyészség. Egy telefonos beszélgetésünkben annyit mondtak, hogy egy korrupciós bűncselekményben kívánnak meghallgatni, de ezt nem specifikálták. A meghallgatás közben Szabó Bálint, aki az elmúlt napokban szinte árnyékként követte Magyar Pétert, azt mondta híradónknak, hogy még nem döntötte el, hogy beáll-e Magyar Péter mögé. Úgy fogalmazott, hogy még a jóisten se tudja, hogy mit akar Varga Judit ex-férje. Egyelőre még Magyar Péterről csak egyet tudunk elmondani, ő az az áruló, aki semmit nem árult még el. Délután 2 óra után pár perccel, azaz 4 órányi kihallgatás után lépett ki Magyar Péter a fővárosi főügyészség nyomozói irodájának az ajtaján. Magyar Péter ezután arról számolt be, hogy mivel nem tudta, hogy mi miatt idézték be, ezért a bizonyítékait március 26-án a következő meghallgatására fogja elhozni. Vannak más információim és más bizonyítékaim is, de ezeket meg kell vizsgálni. Még egyszer mondom, azért jutottunk ide 4 óra után, mert nem közölte velem korábban az ügyészség, hogy melyik ügyben kíván meghallgatni. Ha közölte volna, akkor nyilván én már idehoztam volna a bizonyítékokat, és pontokba szedve tudtam volna tételesen elmondani a mondandómat. Nyilván most keddig, vagy jövő március 26-áig még van időm ezeket összeszedni, és tudjuk folytatni ezt a kihallgatást. A központi nyomozó főügyészség közleményében kiemelte, hogy nyomozást rendelt el, gyanúsítotti kihallgatásokat foganatosított, és a legfőbb ügyész kezdeményezte Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, és a központi nyomozó főügyészség vádat emelt.